A Vásárhelyi Televízió híradóját látják. Jó estét kívánok! Az illegális bevándorlással kapcsolatban a kormány által kezdeményezett népszavazás olyan súlyú, mint az ország NATO és Európai Uniós tagságáról döntő referendumok voltak, fejtette ki a mai kormányinfón Lázár János. Lázár János a sajtótájékoztatón úgy értékelte, míg az Európai Bizottság bürokráciával, addig a magyar kormány demokráciával szeretné megoldani a problémát. A miniszter szerint az EB közelmúltban nyilvánosságra hozott a kötelező kvótát is tartalmazó javaslata jelenti a bajt, és egyúttal a terrorveszély szétosztását Európában. Lázár János azt is megerősítette, hogy az adócsökkentés és az otthonteremtés költségvetését nyújtják be a parlamentnek május elején. Azt javasolja a kormány az országgyűlésnek, hogy 2017-ben a tej, a tojás és a baromfi hús áfája 5% legyen Magyarországon. Ez a nyugdíjasoknak a legjobb hír, hiszen ezzel a nyugdíjuk jelentős mértékben emelkedik majd, és nagyban segíti a honfitársainkat, elsősorban a legszegényebbeket, hogy az életük legfontosabb kérdése, a megélhetés egy fontos kérdése, az élelmiszer beszerzése könnyebb legyen. A tárca vezető egyes élelmiszerek áfa kulcsának 100 milliárd forint értékű csökkentését és a szintén 100 milliárd forint értékű otthonteremtési támogatásokat azzal magyarázta, hogy sikerült stabilizálni az állam gazdasági helyzetét, és ma már több a bevétel, mint a kiadás. Kiemelte azt is, hogy 2017-ben tovább nő a pedagógusok, a rendőrök, katonák és az állami tisztviselői karbére, illetve önálló életpályamodellt alakítanak ki a mentőszolgálat és az adóhivatal dolgozói számára. Szöges drótok között fél száz tablón a megosztott világ címmel nyílt ma kiállítás az Emlékpontban. A Lengyel Nemzeti Emlékezet Intézet által összeállított több száz fotóból álló anyag ünnepélyes bemutatóján megjelent Roman Kowalski, a Lengyel Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete is. A világtörténelem 1945 és 1990 közötti hidegháborús időszakát az 50 tablón mintegy 300 fotóval bemutató kiállítási anyagát a Lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete állította össze, amely most két héten keresztül látható Hódmezővásárhelyen az Emlékpontban. Almás István polgármester köszöntő beszédében rámutatott, a magyar és a lengyel nép azonos gyökerekből táplálkozó történelme a múltban és a jelenben is igazolja, hogy azonos módon reagálunk a hatásokra. A szervezők a tárlat készítése során arra törekedtek, hogy minél korhűbben bemutathassák, hogy milyen egy olyan rendszerben élni, ahol a szabadsághoz és az autonómiához hasonló értékek teljes megszüntetésére törekedett az elnyomó hatalom. Magyarország és Lengyelország most is jó kapcsolatokat ápol. Közösen kell gondolkoznunk és fellépnünk az új kihívások ellen, egy olyan Európa jövőjéért, ahol az elkövetkezendő generációk folytathatják majd felmenőik hagyományait, megőrizve értékeinket, hitünket és elkötelezettségünket a szabadság iránt. A kiállítás fotói jól szimbolizálják a hidegháborús időszak kettéosztott világát, amely a középkorúak életének része volt, azonban a fiataloknak már történelem. Fogalmazta meg Roman Kowalski, a Lengyel Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete. A diplomata megnyitójában kijelentette, bízik abban, hogy a diákokban rögzül, hogy nem köszönhet be újra az a kor, amikor a csecsemőket az édesanyáknak a szöges dróton kell átadniuk. A nagykövet szerint a kiállítás szélesíti a hidegháborúról és a rendszerváltásról alkotott ismereteinket. Miklós Péter, az Emlékpont igazgatója elmondta, a közgyűjtemény koncepciója szembenézni a múlttal, ezért jól illeszkedik célkitűzéseihez a most megnyílt tárlat is. Az angol nyelvű feliratokkal ellátott képek önmagukban is szimbólumértékűek. Becsület sértésért feljelentette Makó polgármestere Farkas Éva Erzsébet, az MSZP-s Marosvári Attillát. A baloldali képviselő a tegnapi rendkívüli testületi ülés után több tanú előtt alpári szavakkal inzultálta a marosparti település első emberét. Politikustól vállalhatatlan kifejezésekkel szidalmazta háta mögött Makón az MSZP-s Marosvári Attila Farkas Éva polgármestert.
Gerinctelen vagy. Mikor takarítjátok el innen ezt a nőt? Ez egy geci. Szó szerint ezt mondta Marosvári. Ráadásul nem a makói polgármesterhez intézte ezeket a szavakat, hanem Farkas Éva távollétében, több tanú előtt, Cirbus Gábor alpolgármestert találta meg velük. Azt nem tudjuk, mi késztette Marosvárit erre a megnyilvánulására. A makóhiradó.hu meg is kereste a képviselőt, aki azonban elzárkózott a nyilatkozattételtől. A marosparti településen nem ez az első eset, amikor baloldali politikusok súlyos, offenzív jelzőkkel minősítenek embereket. Korábban a DK-s Mucsi Tamás beszélt két lábon járó patkányokról. Tavaly október 30-a óta működik az ország legtöbb munkaállomással rendelkező kormányablaka Szegeden, a Csongrád megyei kormányhivatal épületében. Az eltelt 5 hónap alatt kiemelkedő volt az ügyfélforgalom. A 135 ezredik ügyfelet dr. Juhász Tünde kormány megbízott és dr. Holubán Csilla, a szegedi járási hivatal vezetője köszöntötte és számot adtak a működést majd fél éves tapasztalatairól. A kormányablakokban intézhető ügytípusok száma 2016. április 8-ától újabb 508 fél évvel bővült, így már több mint 1200 ügytípusban nyújtanak érdemi szolgáltatást az integrált kormányzati ügyfélszolgálatok. A Rákóczi téri épületben még ennél is több ügykörben, hiszen itt a lakosságot, leginkább érintőket szervezte egy helyre a hivatal vezetése. A klasszikus kormányablak feladatok mellett itt látja el ügyfeleit a családtámogatási és társadalombiztosítási főosztály és a szegedi járási hivatal foglalkoztatási osztálya is. A sajtóeseményen a kormány megbízott és a járási hivatal vezető nem csupán a 135 ezredik ügyfelet köszöntötte, hanem ismertették a mindennapi munkavégzés adatait, az eddigi működés tapasztalatait, de szó esett az ügyfél elégedettségről is. Szinte fejfej mellett halad a családtámogatás és TB ügyek, ügyfélszáma a foglalkoztatási osztály ügyfélszámában, az okmányirodai ügyek pedig kimagaslanak, ami az ezévi statisztikai adatokat mutatja. A kormány megbízott szerint a statisztikai adatok jól mutatják, helye és igénye volt egy ilyen ügyintézési központ létrehozásának, hiszen naponta 1300 ügyfél fordul meg az épületben, egy ügyintézőre naponta 45 ügyfél jut átlagosan. A korábbi rendszerben nem volt ekkora hatékonyság. Mindenképpen sokkal nagyobb az ügyintézési kedv hajlandóság, sokkal inkább összekapcsolnak többféle ügy intézését, és itt egy helyen rövidebb, gyorsabb idő alatt tudják ezt teljesíteni az ügyfeleinek. Mostanra ráadásul sok olyan ügytípus ingyenessé vált, amire az emberek kimondottan igényt tartanak, mivel számos eljárási díj megszűnt vagy illetékmentessé vált. Mindennek a célja, hogy az ügyfelek elégedettek legyenek, vagyis minél kevesebb költséggel, utánajárással és idő alatt intézhessék problémáikat. Mint kiderült, Magyarországon jelenleg nincs még egy ilyen kormányablak, ahol ennyiféle ügyet egy helyen el tudnának intézni. Holubán Csilla, a szegedi járási hivatal vezetője szerint az épület kívül-belül jelentős átalakuláson esett át, így megújult és kibővült az infópult. Új bejárati kapukat szereltek fel, ráadásul a nyitvatartási idejüket is meghosszabbították, heti 3 nap 20 óráig várják az ügyfeleket. 100 millió forintos beruházásból újul meg a Székutasi Egészségház, derült ki Szél István lakossági fórumán, amelyet az általános iskola aulájában tartott tegnap délután. Székutas polgármester a tegnapi lakossági fórumon felhívta a hallgatóság figyelmét, hogy április 28-áig kell háztartásaikat a szennyvízhálózatra csatlakoztatni. Utána már ellenőrizni is fogják a rákötéseket. Mindenkinek még április 28-áig a postaládájába fog kerülni egy tájékoztató kiadvány az Alföldvíz és az önkormányzat részéről, hogy május 1-től hogyan és miképp fognak majd a csatorna után díjat fizetni. Jó hír lehet a székutasiak számára, hogy a település testülete május 4-én adja be a pályázatát az egészségház fejlesztésére és felújítására. Ez egy 100 millió forintos beruházás, amely esetében belső, illetve külső átalakítások is észre lesznek majd vehetőek. Természetesen energetikai korszerűsítésen át a mosdók, vizes blokkok, orvosi szoba, kiszolgáló helyiségek is meg fognak majd újulni, valamint eszközparkot is szeretnénk majd fejleszteni egy másik pályázatból, a vidékfejlesztési programból,
mintegy 5-8 millió forint értékben. A turisztikai és közösségszemlélet formáló programot áprilisban adja be az önkormányzat, amely 100 millió forintos összeget jelent. Május végéig az ipari övezet kialakításán dolgozik a városvezetés, amely az önkormányzattal szembeni lángossütő és környezetének megújítását jelenti. Az Agrárcentrumban tartott egyeztetést Hegedűs Zoltán alpolgármester és Benkő Zsolt önkormányzati képviselő tegnap a gazdálkodókkal, amelynek témája a mezőri szolgálat újbóli bevezetése és a külterületi utak karbantartása volt. A mezőri szolgálatról egyeztettek tegnap a gazdák és az önkormányzat képviselői az Agrárcentrumban. 5500 gazdálkodó kapta meg azt a kérdőívet, amely többek között arra is választ vár, hogy áldoznának-e akár pénzt is az érintettek a mezőri szolgálat megszervezésére. A közgyűlési döntés alapján ebben az évben 2500 forint lenne hektáronként, jövőre viszont 5000 forint hektáronként a mezőri szolgálatnak a költsége. Ez egy viszonylag magas költség, ezt be kell látni, azonban az volt a döntés a közgyűlésnek, hogy ha újból létrehozzuk a mezőri szolgálatot, akkor egy minőségi szolgáltatást hozzunk létre, egy olyan szolgáltatás, ami valóban szolgálja a kint élők, illetve kint gazdálkodóknak az érdekeit. A fórumon a megjelentek sokalták a fizetendő összeget, ám reagálva a korábbi tanyafelmérésre igazat adtak az ott élőknek abban, hogy fokozni kellene a biztonságérzetüket azzal, hogy ismét létrehozzák a mezőri szolgálatot, ezért egy 1000 forint alatti összeget vélnek reálisnak. A fórumon felmerült, hogy nagyobb gondot kellene fordítani a külterületi utak rendbetételére. Erre viszont akár pénzt is áldoznának a gazdák. Ezért fel fogja mérni az önkormányzat az útszakaszok hosszát, majd megállapítják, hogy mennyibe kerülnek a munkálatok és a rendszer kialakítása. A családon belüli erőszak iskolai jelenlétéről tartottak szakmaközi konferenciát tegnap délután a Bethlen Gábor Református Gimnáziumban. A probléma visszaszorítása és megoldása érdekében széleskörű társadalmi összefogásra lenne szükség, ezért a pedagógusok mellett pszichológusok, rendvédelmi jogi szakemberek, valamint nevelési tanácsadók is a meghívottak között szerepeltek. A családon belüli erőszak iskolai jelenlétének témáját nem más, mint maga a valóság szülte. Olyan össztársadalmi problémáról van ugyanis szó, amely nem csak a szegényebb, hanem az értelmiségi rétegeket is érinti. Sőt, a tapasztalatok szerint minél iskolázottabb valaki, annál kifinomultabb módon tud manipulálni. A családon belüli erőszak következtében pedig a nők mellett a gyerekek is veszélybe kerülhetnek. Az iskolai jegyrontások, az iskolai viselkedési problémák a gyerekeknél egy gyanújelet adnak arra, hogy valami megbillent a háttérben, ezért a konferencia nem csak az iskolai erőszakról kíván egy képet bemutatni, hanem magáról a háttér, a hátországról, ezért is viseli a konferencia címet a hátország áldozatai. A családon belüli erőszaknak különböző formái lehetnek, egészen a személyes adatok, így például a levéltitok megsértésétől kezdve a lelki terroron át egészen a fizikai bántalmazásig. Mivel sokszor olyan családban is előfordul, ahol egyébként ezt senki nem tételezné fel, ezért ezt a lappangó problémát nagyon nehéz kiszűrni. Egy keresztény iskolának, egy egyházi intézménynek úgy gondolom, hogy még érzékenyebbnek kell erre lenni, és ha nem is feltétlenül a saját tanulóinknak a problémáiról kívánunk itt megemlékezni, az össztársadalmi felelősségünket éljük át, és arra hívjuk fel a figyelmet, hogy ez nagyon sokaknak problémája lehet, azoké is, akik nem beszélnek róla. A probléma iránti érzékenységet jól példázza, hogy Ferenc pápa és a magyar jogalkotók is a családon belüli erőszakkal szembeni határozott fellépést szorgalmazzák. A megoldáshoz azonban elkerülhetetlen a széleskörű összefogás, emiatt az iskola vezetése a pedagógusok mellett pszichológusokat, nevelési tanácsadókat, rendvédelmi és jogi szakembereket is meghívott a konferenciára. Színes plakátok kerültek ki a Besenyei Ferenc Művelődési Központ előtt található üvegtéglákra. Szilágyi Gergely fotói az állandó és az időszakos programokra hívják fel a sétálók figyelmét. Kedden kerültek ki a BFMK előtt található üvegtéglákra a plakátok, amelyek felhívják a lakosok figyelmét a rendezvényekre.
A tavalyi év folyamán kitaláltuk ezt, hogy ugye erre a üvegtéglákra ki fogunk helyezni ilyen matricákat, padlómatricákat. Egyrészt az ötletnek az elsődleges része az az volt, hogy ugye télen nagyon csúszik, és akkor ez valamennyien stompítana, és akkor nem esnének el olyan sokan, mert hogyha itt ráesik egy kicsi hó, akkor az nagyon kellemetlen. De alapvetően az volt a célunk, hogy ugye mivel ez egyébként is olyan gyönyörűen funkcionált, mivel ugye esténként világított, ezért hogyha rárakunk egy-egy programot, vagy az intézménynek az életéből egy-egy olyan design elemet, vagy egyáltalán az, hogy milyen típusú rendezvényeket csinálunk, vagy tervezünk, az nagyon jól mutatna itt. Az összesen 14 világító lapból 8 állandó rendezvénynek a plakátja látható az üveglapokon, a megmaradt 6 felületre pedig az időszakos előadások lesznek kihelyezve. Itt fixen vannak, ugye, amik minden évben megvalósulnak nálunk, júniusban a Holtfény Fesztivál, akkor augusztusban a Borfesztivál, szeptemberben a Vásárhelyi Ízők Fesztivál, illetve októberben pedig az őszi hetek. A képeket Szilágyi Gergely fotográfus készítette. Előkészítő órán hangolódtak a Liszt Ferenc Énekzenei Általános Iskola diákjai jövő heti felvidéki tanulmányi kirándulásukra, amely a Határtalanul program keretében valósul meg. PowerPointos bemutatón nézték végig társaikkal a felvidék nevezetességeit, Kodály népdalgyűjtő útjának állomásait, és megtanultak néhány felvidéki népdalt is. Szlovákiába, a felvidékre utazhat a jövő héten a Határtalanul program keretében a Liszt Ferenc Énekzenei Általános Iskola 39. hetedikes diákja. A pályázat Kodály emlékhelyeit járja végig, és a pályázat városaiban a Nagyszombat, Pozsony, Selmecbánya szerepelnek fő állomásként, és természetesen meglátogatjuk a kisebb városokat, amelyeket Kodály népdalgyűjtő útján útba ejtett, Léva, Nyitra, és szerepel a programban. Tegnap előkészítő foglalkozáson prezentáció keretében mutatták be a gyerekek egymásnak a felvidék fő nevezetességeit, földrajzi, történelmi és énekzenei vonatkozásait. Emellett Kodály dalokkal is készültek a diákok, amelyeket majd az utazás során is előadnak. Fakultatív programként a múlt hét folyamán Kodály életéről szóló vetélkedőn vettek részt a tanulók, valamint a hazaérkezésünk után értékelő órán, és adnak számot az ott megszerzett ismeretekből. A hazaérkező diákok előadásokat is tartanak majd 6. osztályos társaiknak, hiszen jövőre ők vesznek részt a Határtalanul programban. A Nyugdíjas Szövetség idén is megünnepelte a költészet napját. Ebből az alkalomból ugyanis megrendezte hagyományos szavalóversenyét a Németh László Városi Könyvtárban. A résztvevőknek olyan költeményeket kellett előadniuk, amelyek a természet szépségét hirdették. Petőfi Sándor, a Tisza. Nyári napnak alkonyulatánál megállik a kanyargó Tiszánál. A Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Szövetség történetében már hosszú múltra tekint vissza a költészet napjához illeszkedő szavalóverseny megrendezése. A hagyományok pedig idén is folytatódtak, az indulók a Németh László Városi Könyvtárban gyűltek össze, hogy a magyar lírának adózzanak. Az országos szövetségünkkel egyeztetve szoktuk kiválasztani, hogy milyen témába várunk versmondást. Ebben az évben a természet szépsége ez a téma, és hát előzetesen, amit láttam, hogy ki milyen verset választott, ez döntő részben meg is fog felelni ennek. 12-en jelentkeztek. Az indulók között voltak újak, akik most vettek részt először ilyen megmérettetésen, és persze olyanok is akadtak, akik már rutinosnak számítanak, hiszen már gyermekkoruk óta szavalnak, és saját költeményekkel is büszkélkedhetnek. Azért szeretem a verseket, mert nagyon mélyen, nagyon velősen, nagyon tisztán, gyönyörűen tudják megfogalmazni az emberi dolgokat. Akár természetről, akár az emberről, a világról. Hamari Jánosné idén Mécs László a Fény egy furcsa, kozmikus titok című versét mondta el az érdeklődők és a zsűri előtt. Nem is akárhogyan, ugyanis Horváth Istvánnal és Olasz Jánosnéval együtt ő is továbbjutott a szavalóverseny területi fordulójába, amelyet április 29-én Békés Csabán rendeznek meg. Kedves nézőink, a híradó véget ért. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes estét kívánok. Viszontlátásra!
Péntekre viradó éjszaka nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Az északnyugati szél többször megélénkül. A hőmérséklet hajnalra 8 és 9 fok köré csökken. Pénteken a délelőtti napsütést követően délután számítanunk kell némi felhő átvonulásra. A hőmérséklet csúcsértéke 19 és 20 Celsius fok között alakul.